Így néz ki a vajdasági zászló a statútum szerint. A piros és fehér között egy nagyobb kék, rajta három sárga csillag. Ez pedig Vajdaság közismert címere. Ezek a szimbólumok mellett a tartomány statútuma szerint Vajdaságnak rendelkeznie kell hagyományos jelképekkel is. Ezek az 1848-as szerb autonómia törekvések szimbólumai. Ez a zászló azonban jelenleg nem lengedezik a tartományi parlament előtt, mert még nem fogadta el az erről szóló határozatot a képviselőház. Vladimir Gálich haladópárti képviselő szerint azért, mert a parlament elnöke Pásztor István halogatja ennek napirendre tűzését. A képviselő szerint Pásztor ezzel megsérti a statútumot és megalázza a szerb népet. Pásztor István képviselőházi elnök közleménye szerint a Vajdasági Parlament kollégiuma március 10-én kedden vitatja meg a határozatjavaslatot, az Alkotmányjogi Bizottság pedig pénteken tárgyalja a dokumentumot. Pásztor István emlékeztet arra, hogy február közepén juttatta el a Vajdasági Képviselőházi alelnökökből és frakcióvezetőkből álló kollégiumnak megvitatásra a határozatjavaslatot, amit az Alkotmányjogi Bizottság két tagja terjesztett elő. Elfogadásához kétharmados parlamenti többségre van szükség. Pásztor István közleményében úgy fogalmaz, az a kötelessége és a szándéka, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egy ilyen jelentős témához mindenki nagy felelősséggel viszonyuljon. Reagálva Gálich vágyaira, a tartományi képviselőházi elnök hangsúlyozta, hogy támogatja és tiszteletben tartja minden egyes képviselő véleménynyilvánítási jogait, tekintet nélkül arra, melyik frakcióhoz tartozik, ugyanakkor ez a kijelentés felelőtlen és rosszindulatú. Pásztor úgy fogalmaz, hogy képviselőházi elnökként és egy kisebbségi közösség képviselőjeként is problematikus számára ez a szégyenteljes vádaskodás. Azért, mert a hagyományos szimbólumok minden vajdasági polgáré, tekintet nélkül arra, hogy a többségi néphez vagy valamelyik kisebbségi közösséghez tartozik-e. Elvárja, hogy ezektől a mondatoktól minden képviselő és minden frakcióvezető elhatárolódjék, és aktívan részt vegyenek abban a parlamenti munkában, amelynek során elfogadják Vajdaság hagyományos szimbólumait, ugyanolyan közös megegyezéssel, mint Vajdaság statútumát.